két-három fát kivettünk ebből a kb. 60 éves cseresből. Mivel kivettük ezeket a fákat, ezzel gyakorlatilag lehetőséget biztosítottunk a fénynek, hogy ebbe a légbe bejusson, és az itt levő cser, illetve tőgyullat a fény hatására megindult, megered. Bakó Csaba, a Szombathelyi Erdészeti ZRT erdészeti igazgatója azt mutatja, léket vágtak az erdőben, hogy a kis magoncok fényhez jussanak, ami segíti a növekedésüket. A folyamatos erdőborítás üzemmódban fontos szerepe van az erdő önmegújító képességének. Ahhoz viszont, hogy az erdő gazdasági haszna se csökkenjen, szükség van az erdészek munkájára. Gyakorlatilag úgy jutunk faanyaghoz, és úgy valósul meg az erdő felújítása, hogy közben nem kerül levágásra nagyobb erdőrész, hanem csak kisebb lékek, illetve lékek közötti erdőt is egy bizonyos szakmai szempontrendszer szerint megbontjuk, onnan is veszünk ki fát. Tehát a faanyagtermelés is valamilyen szinten biztosított, illetve az erdőkép is megőrződik. A folyamatos erdőborítás módszerének alkalmazásáról a 2009-es erdőtörvény rendelkezik. A cél az, hogy olyan erdőt hagyjunk utódainkra, mint amit elődeinktől kaptunk, fogalmazott a szakmai napon a kormányhivatal osztályvezetője. Ennek egyik fajta módszer az a folyamatos erdőborításokat alkalmazó gyakorlat, ami nem mindenhol és nem mindenhol alkalmazható, de az erdeink egy jelentős részében igen. És tulajdonképpen az erdőknek a klímaváltozással szembeni ellenállását, netán a biológiai sokféleséget jobban szolgál talán, mint a vágás üzemmódú erdőgazdálkodás. A régi új módszert alkalmazó erdészek munkáját az Erdészeti Kutatóintézet munkatársai különböző kísérletekkel segítik. A lékekben zajló felújulási folyamatokat követjük nyomon, regisztráljuk a csemeték megjelenését, fafajonként az egyedszámot, illetve a magassági fejlődésüket. Ezzel az erdő megújulásának folyamatára és elégségességére kívánunk megállapításokat tenni. A Szombathelyi Erdészeti ZRT és az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett szakmai napon az eddigi tapasztalatokat is összegezték.